bemutatta képviselőjelöltjeit a gyulai városbarátok köre. A szervezet önállóan indul az őszi önkormányzati választás során önálló jelöltekkel. A 10 körzetben több régóta ismert személy is indul a választáson, de új képviselőjelölteket is bemutattak a szerda délutáni sajtótájékoztatón. A 2-es választókerületben Rácz Attila, a 3-asban Dinya Imre, 4-esben Székely Árpád, 5-ösben Vigné Fábián Diana, a 6-osban Debreceni László, 7-esben Fáskerti György, 8-asban Szalai György, 9-esben Metz János és a 10-es választókerületben Balogh József indul a képviselői mandátumért. Részben olyan jelöltjeink vannak, akik régebben is indultak, de vannak új jelöltjeink is, ami nagyon fontos, hogy mindannyian alkalmasak ennek a feladatnak az elvégzésére, megfelelő felelősséggel tudnak majd döntést hozni, akár a választókerületi, tehát érintő kérdésekben, akár a várost, magát az egész várost érintő stratégiai döntésekben. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a képviselőség egyfajta felelősséggel is jár, és nyilván alkalmasnak is kell lenni a jelölteknek erre a feladatra. A Városbarátok köre elnöksége polgármester jelöltjét, egyben az 1-es számú választókerület képviselőjelöltjét is bemutatta Durkó Károly személyében, aki 2006 óta a szervezet elnöke, egyben önkormányzati képviselője. A Városbarátok köre elnöksége, illetve a tagsága úgy döntött, hogy Durkó Károly elnök urat indítja polgármester jelöltként. Hát az ő múltja, az ő tevékenységét mérlegre téve úgy ítéltük meg, hogy ő az, aki alkalmas lehet tulajdonképpen egy ilyen tisztség ellátására, és tulajdonképpen egy húzóerő a Városbarátok között. A civil szervezet tagjai elmondták, hogy minden olyan javaslatot elfogadnak, amely a város érdekeit képviselik, ezzel kapcsolatban pedig örömmel fogadják a lakosság véleményét. A Városbarátok köre eddigi tevékenységeit továbbra is politikamentesen szeretné végezni.